Márciustól vállalkozásban működik a védőnői szolgálat. A Füzes Kids Kft. Végzi a kisgyermekesek számára a védőnői egészségügyi alapszolgáltatást. A Füzesabonyi Védőnői Szolgálat védőnői 2017. májusában keresték meg Nagycsaba polgármestert és az önkormányzatot, hogy a továbbiakban vállalkozási formában végeznék a feladatukat. Ez az ellátási forma nem egyedi. A megye számos településén ebben a formában dolgoznak a védőnők. Az országban már nagyon sok védőnői dolgozik ebben a formában, illetve itt a környékünkön is rengeteg település, nagyváros ebben a formában működik. Tehát mondhatnám Egert, Hevest, Kiskörét, Verpelétet. Polgármester úr szerencsére nagyon támogatta ezt a gondolatot, és partner volt abban, hogy elkezdjük a vállalkozást elindítani. Hát ez egy komoly folyamat volt, úgyhogy március 1-ével tudjuk azt mondani, hogy Füzes Kids Kft. Néven látjuk el a védőnői feladatokat a városban. A vállalkozóval válláshoz önkormányzati hozzájárulás, illetve feladatellátási szerződés megkötése volt szükséges. Itt komoly támogatást kaptunk a testülettől, illetve van egy szakmai része is, a szakmai részét pedig az ANTS-nél kellett elintéznünk és végigjárnunk ezt a folyamatot, és az is sikeresen záródott. A munkavégzéshez szerződést kötöttek az OEP-ben és a város intézményeivel. A finanszírozást innentől kezdve maga a cég kapja meg, és ebből kell a vállalkozással kapcsolatos béreket és egyéb dolgokat rendeznünk. Ugyanúgy, mint a háziorvosoknál mondjuk a kártyapénz, hasonlóképpen működik. Tehát ez gondozotti létszám után van egy pontszorzó, és ahhoz tartozik egy finanszírozási összeg. Nyilván ezt befolyásolni nem tudjuk, úgyhogy ez mindig egy adott fix összeg, amit mindig szeptember-októberben kér be a OEP. A hatékonyabb munkavégzéshez átalakították a védőnői körzeteket. Az eddigi 4 helyet 3 körzetben gondoskodnak a kismamákról és a gyerekekről. Egy-egy körzethez 145 család tartozik. Korábban 4 fővel dolgoztunk együtt, ebből volt 3 területi védőnő és 1 főállású iskola védőnő. Ez most változott, ugyanis 1 fő anyai örömök elé néz, fordott a kácséva, január 1-től már nem dolgozik Füzesabonyban, így most átvariáltuk a körzeteket, és ezáltal 3 körzetet alakítottunk ki, 3 vegyes praxist, mind a 3 körzethez tartozik egy-egy iskola. Az egyes körzetben Csirmos Simon tíme látja el a feladatokat, ő hozzá a telepi rész tartozik, illetve a Teleki Blanka általános iskola. A kettes körzetben én Királyné Havasi Adrián vagyok, én a fél telep, illetve a fél falu ellátását, illetve a Reményik Zsigmond gimnáziumnak az ellátását végzem. Míg a hármas körzetben pedig Dudásné Csillik Anikó, aki pedig a falusi részen, illetve a Széchenyi István általános iskolában látja el a védőnői feladatokat. A Füzes Kids védőnői továbbra is szeretnének aktívan részt venni a város életében, ezért fórumokat, előadásokat szerveznek. Az elsőt április 9-én a védőnői szolgálat épületében emlő önvizsgálati előadásra várják a nőket.